Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják, nézzük főbb híreinket. Kontroll, tovább folytatnák az osztrákok a határellenőrzést. Múzeumi konferencia, a Soproni Múzeum tiszteletére városunkban ülésezett a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége. És tavasz a parkban a megújult Erzsébet kerttel ismerkedtek az érdeklődők. Továbbra is fenntartaná a határellenőrzést a magyar átkelőkön Ausztria. Wolfgang Szobotka belügyminiszter szerdán egy német lapnak azt nyilatkozta, noha enyhült a bevándorlók nyomása az országra, a terrorveszély továbbra is magas, ezért mégis szeretnék az ellenőrzést meghosszabbítani. Ausztria 2015. szeptembere óta ellenőrzi az autósokat a Sopron körüli átkelőkön, az átmeneti intézkedést azonban rendszeresen meg kell újítania az Európai Bizottságnak. Bécs legutóbb februárban kapott engedélyt a hosszabbításra, ez azonban májusban lejár. Korábban már Bajorország is bejelentette, legalább az év végéig meghosszabbítaná az ellenőrzést. A 150 éves Soproni Múzeum tiszteletére városunkban ülésezett a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége kedden és szerdán. A konferencia arra kereste a választ, hogy a kiállítóhelyek hogyan gyarapíthatják gyűjteményeiket saját környezetükben, és hogyan mutathatják be ezeket még érdekesebben a látogatók számára. A vidéki városok között azt hiszem, hogy a legelső alapítású múzeumról van szó, amely a város életének egy igen fontos színfoltja. Ezekkel az elismerő szavakkal méltatta a Soproni Múzeumot dr. Fodor Tamás polgármester a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének konferenciáján. A rendezvényen jelenlévő múzeumi igazgatók és történészek a múzeumok gyűjtőterületét és gyűjtőkörét érintő kérdésekben hallhattak előadásokat. Van egy nagyon komoly probléma a múzeumokban, a vidéki múzeumokban különösen, ez a gyűjtés. Mert az állam megpróbálja valamilyen módon racionalizálni a gyűjtést a múzeumokban, hogy ne legyenek ismétlődések, hiszen ezek köztulajdonok, hogy ne költsük fölöslegesen a közvagyonból való pénzt, az adóforintokból, ugye? És ezért aztán elkezdenek gyűjteményecskék beszűkülni egy picit. Ez egy olyan szakmai dolog, amit végig kell beszélni. Szó esett a vidéki, illetve országos múzeumok együttműködéséről is. Az intézmények a szakma több területén tudnak együttműködni, és egymás munkáját is sokban tudják segíteni. Olyan kiállítással rendelkezik, amit más is bemutathat. Ajánlja, megmondja, hogy hány négyzetméteren lehet elhelyezni, milyen installációs igények vannak hozzá, stb. Tehát ez működik. A konferencia 150 éves Soproni Múzeum tiszteletére érkezett városunkba. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének idei egyik közgyűléseként. Sikerült úgy szervezni, hogy ide kerüljön a város az ország nyugati határa mellé, és nagyon örülünk neki, mert tulajdonképpen a szakma itt reprezentálja magát, Nyíregyházától Zalaegerszegig és fordítva. A Soproni Múzeum a 150 éves jubileum alkalmából ünnepi rendezvénysorozattal is készül a nagy közönség számára. Kiállítások és ünnepi kiadványok is várják az érdeklődőket. Például is zajlik egy, illetve látható egy kiállítás a Barokk témák címmel, amely kiállítása a múzeum barokk képzőművészeti alkotásaiból áll. Ez most még egy jó erős hónapig látható a Lábasházban, és szeretnénk egy albummal jelentkezni a legszebb múzeum legszebb tárgyainak a gyűjteményével. A közgyűlés előadásait követően a résztvevőknek lehetősége nyílt a múzeum munkatársai vezetésével megtekinteni a Soproni Múzeum kiállításait is. Sopron polgármesterének és a városi rendőrkapitányság vezetőjének munkáját is elismerték a rendőrség napja alkalmából Győrött megrendezett ünnepségen. Szabó Jenő alezredest kiemelkedő munkája elismeréseként Pintér Sándor belügyminiszter soron kívül ezredessé léptette elő. A kapitányság vezetőt emellett Csaplár Zoltán, a megyei polgárőr szövetség elnöke dicséretben és jutalomban részesítette. Dr. Fodor Tamás polgármesternek együttműködéséért és segítő tevékenységéért az ünnepségen Szent György emlékplakettet adományozott Csizmadia Gábor megyei rendőrfőkapitány. Az elismerést Sárvári Szabolcsi edző vette át.
A felújított Erzsébet kert felfedezésére hívta a soproniakat kedden a Castanea Egyesület. Az érdeklődőket a Sopron Holding munkatársai vezették körbe a parkban, közben pedig a felújítás folyamatáról és a napokban történő munkákról árultak el kulisszatitkokat. Az időjárás is kedvezett az Egészséges, Virágos Sopronért című programsorozat keddi állomásának. A tavaszi napsütésben több tucatnyian fedezték fel a város felújított parkját. A séta résztvevői személyes emlékeikről is meséltek. Iskolásként itt tanultam, kihoztam a könyveimet, hát annyira szép volt ez a kert, és annyira otthont adott mindenkinek, fiatalnak, öregnek egyaránt. Nagyon sok öreget láttam akkoriban is itt pihenni, olvasgattak, barátkoztak. Nagyon kedves ez a park, ugye? Nagy méret, az is fontos, és most visszatért a múlt. Tehát nem az én múltam, hanem még az előbbi múlt, mert annak a formáját hozták vissza, aminek én nagyon örülök. Az 1700-as évek közepén vásárolta meg ezt a területet az önkormányzat. A sétán a Sopron Holding munkatársai mutatták be a 2015-ben felújított Erzsébet kertet. Megtudtuk, a 18. század óta városi tulajdon a park. A felújítással pedig a századfordulós angol park típusú felosztását nyerte vissza a terület. Az első az volt, hogy itt a fákat kezelték, nyesték, illetve a balesetveszélyeseket eltávolították. Ezután kezdődött az új sétautaknak a kialakítása egy régi korhű nyomvonal alapján. A kavacsolt utakat hoztak létre, valamint megújult a kaszkád, a sörkert, illetve annak a nyomvonala, valamint új növényeket ültettek, így évelőket, talajtakaróket, cserjéket és lombos fákat is ültettek. Tehát így bővült a fajta választéka is a kertnek. A látogatók pedig emellett ismertető táblákon is olvashatnak a park növényeiről. Az Erzsébet kert napjainkban is megújítás alatt áll, a múlt heti télies idő pusztításának nyomait már felszámolták, most a fűnyírás van soron. Emellett a gesztenye és platánfákat is kezelik, az aknázó moly jelentette fertőzés ellen. Repülőiskola néven szerveztek különleges matematika órát a Széchenyi István gimnáziumban kedden. A kísérleti program első részében olyan 9-es diákokat akartak felkutatni, akik bár tehetségesek matekból, de eddigi tanulmányaik során nem tudtak kibontakozni. Meg fogjuk beszélni a korongosan az alapfeladatát biztosan. A matematikának van egyszerre játékos és gondolkodtató arca. A szakemberek szerint a mindennapokban, az iskolai oktatásban erre nem jut idő és energia. Ezért hozta létre a Magyar Tudományos Akadémia a repülő iskola programot. A legfontosabb cél, hogy a résztvevőknek képletek, bemagolt módszerek után kutassanak a fejükben, hanem engedjék szabadjára a fantáziájukat és bátran ötleteljenek, kreatívan gondolkodjanak. Egy felhívásra jelentkezhettek iskolák, az egész országban jelentkezett 50 iskola, és egy kedvű csináló alkalmat tartunk minden egyes iskolában. Ez egy 3 órás program, ahol játékos, reményeink szerint érdekes feladatokkal találkozhatnak a diákok. A program második részében a diákok számára egy intenzív 2 éves tehetséggondozó foglalkozás sorozatot szerveznek 2017 őszétől. Tervek szerint a foglalkozások havonta egy-egy teljes hétköznapot vennének igénybe. A foglalkozások házigazdája az ELTE 5-ös kollégiuma lesz. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén sem maradhat el a Soproni Városi Majális, melynek ismét a Lővér Camping ad majd otthont. A rendezvény programja április 29-én szombaton kezdődik a Flirt zenekar műsorával 18 órakor. Az este sztárvendége az Irigy Hónajmirigy lesz. Vasárnap délelőtt 11-kor kezdődik a rendezvény. Ezen a napon fellép többek között a Drazsé zenekar, a Dirty Dance Sopron, a Csiszár Duó és a Testvériség néptánc együttes. Május 1-én hétfőn Sopron város fúvós zenekara nyitja a programot. Ezen a napon a gyerekeknek szóló fellépőké lesz a főszerep, a nap fénypontja pedig az este 9-kor kezdődő tűzijáték lesz. A rendezvény alatt vidámpark, kirakodóvásár és mutatványosok is várják az érdeklődőket. 6. alkalommal rendezték meg a hétvégén a Lions Fall labda versenyt. A megmérettetés bevételét idén is jótékonysági célokra ajánlották fel. A rendezvény különlegességét az adta, hogy az idén 100 éves Lions mozgalmat ünnepi műsorral köszöntötték a támogatott intézmény diákjai.
Idén 100 éves a Lions mozgalom, ezért az évek óta a verseny bevételével támogatott Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény növendékei ünnepi műsorral is kedveskedtek a szervező klubtagoknak és a versenyzőknek. Nagyon boldogok vagyunk, hogy most már 6 éve ilyen szoros az együttműködés a Lions klubbal, és hát nagyon nagy örömmel állunk mindig a felkérés elé, mert hogy minden évben valamilyen módon a gyerekek versennyel, tudásukkal hálálják meg azt a sok szeretetet, amit a Lions klubtól kapunk. A fallabda versenyt már 6. alkalommal szervezte meg a Soproni Lions klub. A fő cél ismét a jótékonykodás volt, hiszen a bevételt ebben az évben is a sajátos nevelési igényű tanulókat képző intézmény kapta. Köztudott, hogy vakokat és gyengéllátókat támogat főként a Lions mozgalom szerte a világon, de Sopronban ez egy különleges helyzet, tudnilik itt. Ha ránézünk a Tóth Antal utcában egy épületre, oldalról ugye látszik, hogy Siketek tanintézete, valamikor ez volt a neve, most ugye a Tóth Antal iskoláról beszélünk, ez a nevelési, oktatás és módszertani központ, most velük is nagyon jó a kapcsolat. A fallabda versenyre idén is az ország számos pontjáról érkeztek versenyzők, akik nevezési díjukkal is támogatták a jótékonysági akciót. Az idejében 26 induló jelezte részvételét a versenyen, de sok-sok olyan játékos és támogató van, aki nem tudott eljönni, és a nevezési befizetésével is támogatja ezt a jótékony célt. A Lions fallabda bajnokságot idén a soproni Remmel Gábor nyerte meg. Hatodik alkalommal emlékeztek meg Molnár Csabáról, az SKC és a SMAFC korábbi kiváló játékosáról a róla elnevezett emléktornán. Az amatőr kosárlabdázók a Novomatic arénában küzdhettek meg egymással egy baráti hangulatú tornán. A 2009-ben elhunyt remek magas emberre emlékeztek az amatőr kosárlabdázók a 6. Molnár Csaba emléktornán. A baráti hangulatú rendezvényen az amatőr játékosok mellett több korábbi csapattársa is tiszteletét tette a tornán, és emlékezett a példaértékű játékosra. Csaba mindig is példaértékű életet folytatott, mind az edzéseken, mind pedig az edzéseken kívül, pályán kívül, meccsen kívül. Róla csak így lehet megemlékezni. Soha egy kortya alkohol, a meccseken a győzni akarás, lehetetlen nem ismerés, és egy nagyszerű sportember. A korábbi évek sikeréhez hasonlóan idén is sok csapat, szám szerint 11 alakulat állt össze a kezdeményezés kapcsán, így őrizve a játékos emlékét. Ti már 6. éve gyűlnek össze a környékbeli megyei amatőr kosárlabda csapatok, hogy emlékezzenek egy legendás sportolóra, aki ugyan nem Sopronban született, de Sopronban teljesedett ki karrierje, mind az SKC, mind a SMAF színeiben maradandót alkotott. Ismét összejött 11 csapat, akikkel egy jó mérkőzés sorozatot vívtunk. Elég sűrű volt a program, a többség biztos, hogy elfáradt, de úgy gondolom méltón emlékeztünk Csabára. A főszervező reményei szerint az évek alatt sikeresnek bizonyuló emléktorna jövőre is megrendezésre kerül, méltán tisztelegve a kiváló sportoló előtt. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a mozaik, melynek vendége Kovács Mária, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron megyei igazgatóságának osztályvezetője lesz. Utána Életforma című magazinunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat megtalálják az interneten, a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani, az északnyugati szelet viharos lökések kísérhetik, a hőmérséklet továbbra sem éri el a 10 fokot.